Üdvözlök mindenkit. Nézzük, hogy hol is hagytuk abban legutóbb. Ott hagytuk abba, hogy feladatok. Hát feladat az nem igen van. Már csak ezek, akik itt elestek, de ez nem. Ezt kéne mondjuk felszabadítani. Oké, és akkor... Hát itt lehetne menni persze délfele, mert itt van a felszabadítás. Ja, azt nem is ismerjük, hogy hova. Szóval ezt kéne csinálni, de viszont én arra gondoltam, hogy mehetnénk ebbe az irányba. Mehetnénk ebbe az irányba, ezek mondjuk hatos szintű emberkék itt, de ezeket megnézhetnénk, és akkor utána ez is egy farm, itt van ez a moró farm, oda is viszont el lehetne, az közel van itt ezekhez, és az könnyen ki lehetne rámolgatni úgy rendszeresen, és akkor tudnánk velük valamit kezdeni. Itt, hogyha megnézzük, ugye legutóbb, hát valahogy felment már kettes szintűre, sikerült őket felvinni. Én nagyon örülök neki, hogy ezt úgy sikerült valahogy feltréningezni őket. Viszont hát akkor még akkor gyűjtögetnénk egy kis tudást. Egy kicsit próbáljuk még őket feljebb tornázni. Érdekes dolog ez, de azért később fognak minket is támadni, úgyhogy olyan szempontból tényleg nem mindegy, hogy kik is laknak ott az indián táborban, úgyhogy azért az nem baj. És hogyha ez így működik, már pedig hát valószínűleg, hogy működik, mert már most egyesről felviti kettesre. Csak azt nem tudom, hogy mennyi is kell itt, hogy legyen. Mert ugye én beleraktam, most csak nézzük azt, hogy van 30 ember a táborba, és beraktam, hát több mint 100 ilyen élelmiszert, és hát az a 100 élelmiszer az vitte fel, megették, gondolom, hát élelmiszer nyilván, és felvitte őket, hát egy szinttel feljebb. Hát azt mondtam, kell nekik még egy. Nekem sok, minél több tábor van, annál több. Szóval én szerintem kelleni fog még, nem kevés. Na itt a tábor. Jön a barátunk, jön az este. Jó, itt is megpróbáljuk majd a főnököt valahogy megtalálni. Nem látok semmit, de azért, hogy a távcső lát. Azt hiszem, tudom, de úgy néz ki, hogy egy kupacban van itt mindenki, mert fa mögé, ez még a fán is átlát. Hát simán. Ez ott van mindenki. Egy kupacban. Hát az nem mondom, hogy jó, jobban szeretem, amikor szám, de már főnök megvan, ja. Főnök már megvan, az is valami. Főnököt kéne majd meginterjúholni egy kicsit. Jó, viszont jön az este, tényleg annak az nagyon jó, hogy jön az este. Hoppáré. Igen, jönnek tüzeskedni, csinálja valaki itt a vacsorát. Oké. Okay. Hát a többiek meg ott vannak. Hát nem is tudom, merről kéne itt menni, hogy... Hát én szerintem nem fogok nagyon kesztyűs kézzel bánni velük, mert nagyon, tehát ez a hírnév dolog, hát most is egekbe van a hírnevem, szóval nem tudok nagyon mit kezdeni ezzel a hírnév dologgal, úgyhogy én szerintem azzal azt hagyom is, tehát egyszerűen nem erőltetem, mert hogy nem tudok vele nagyon mit kezdeni ezzel a hírnévvel. Ugye hát itt az a baj, hogy amikor az ember így osongat és próbálom így, hogy ne öljem meg őket, hanem csak megfélemlíteni. Na de hát akaratomon kívül is ugye van, hogy észrevesznek és rám támadnak, akkor muszáj megöljem őket, mert különben ők ölnek meg engem. És ilyen értelemben az a baj, hogy akkor már viszont hiába melóztam egy csomót, hogy mondjuk egyet levitt a hírnevemből, és akkor utána észrevett. Valaki jön ide.
Szóval hiába csinálom én ezt, hogyha egyszerűen utána jönnek, és mégiscsak lövöldöznöm kell, ölni kell, és oda az egész már megy is vissza a hírnevem, szóval holott valójában ez egy érdekes dolog, mert honnan lehetne nekem hírnevem abban az esetben, hogyha mindenkit megölök? Hát honnan tudná itt bárki, hogy ki ölt, vagy öltek egyáltalán, vagy nem is tudom. Valahogy úgy kéne, hogy csöndbe elintézni őket. Ámint, hogy ha sikerül, mert most este van, le kéne feküdjenek aludni. Menjetek szépen, ott már ketten lefeküdtek aludni. Oh man. Az is lefeküdt aludni. Már főnök van csak talpon. Ja nem, meg még ott ketten. Főnököt nem akarom megölni. Főnököt azt valahogy úgy kéne, hogy megyek hátulról. Hát, ha sikerül hátulról, mert szemből nem, de egy alszik. Azt. Ne, 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 ne. Jó, észre fog. Nem beszél. Rázod a fejedet, látom. Majdnem rossz gombot nyomtam. Nincs mondani valója, az rossz hír. Nem baj, de akkor is megfélemlítelek. Akkor is. Csináld meg. Ketten, nem tudom, hogy hova jönnek, de hogy miért jönnek. De jönnek erre. Biztos. Jó, muszáj volt valahogy megölni, mert hát itt azt hiszem, hogy a meglepetésnek alig, hanem vége van. Igen, szép lövés volt. Na, már jönnek. Jön mindenki. Az mögötte van, vagy előtte? Hát szerintem nem tudom megmondani. Hát érdekes. Érdekes vagy, barátom? Jó. Tábort eltüntettük, de hát egy kicsit majdnem nem így képzeltük, de mindegy. Azért nem volt végül is rossz egynek, csak na hívjuk ide a lovunkat, mert az biztos, hogy kelleni fog egy kis segítség. Viszük, amelyik fát szállít, az azt nem lehet. Ez elvileg, ebben viszont lehet olyan dolog, ami nekem kell. Hát viszünk farkaskarom, nem tudom, hogy ez kell. Ezeket is elvisszük. Igen, ja, még nem néztelek át. Jó, oké. Mindjárt pacikám. Paci maci. 17 ásó. Kap a nagyharang 120. Hát már túlléptük a megengedett. Hol vagy? Hol vagy, kicsi bogár? Ja, itt vagy. Hol vagy, kicsi nyuszikám? Ez most csak ugye előőrse volt itt a dolgoknak, amit akarunk csinálni. Ezt is be. Ez már nem fér be. Na jó, nézzük, mennyi fér be, mert dobjunk be annyi farkasbőrt, amennyit tudunk. Farkasbőr, ennyi volt. Ez ebben oké, meg volt. Itt volt még ez az emberünk, aki felébredt. Hát
Van is az a mondás, hogy előbb keljél fel ehhez. Üres, üres, üres. Opa, na, jön valaki. Ó, az egy lovas kocsi. Ki ez? Hát te ki vagy? Hát te ki voltál? Ez ide jött, és ki az a lovas kocsi ott? Te voltál a lovas kocsis ember. Ó, van benne 15 élelmiszer. Ó, már meg is vagyunk, oké. Visszük a lovas kocsit. Nem tudom, ki ez, de már is szimpatikus ez az ember nekem. Ez már is szimpatikus lett nekem. Csak azt nem, remélem, hogy nem. Jó, mielőtt felgyújtjuk, azért arrébb viszem. Vagy például, ja nem, az nem az a tűz. Ha itt vagyunk, ide kéne valahogy, oda kéne valahogy majd elvinni. Onnan szerintem, oké. Mert onnan szerintem én át fogom tudni küldeni a dolgokat. Ez üres. Valamit itt csináltam, csak nem tudom, hogy jött újság. Oké, egy új. Ha akadályoz meg a vasút fejlesztését, elvesz a levél. Megalkuvók csoportjához csatlakoztam, akik arany után kutatnak. Már nagyon elhagytuk. Tűzesztelet, kérlek, király. Micsoda, kérlek? Kívánj szerencsét, fú, ez az írás. Imádkozz értem, a megnövekedett aranykészletek révén Tücsesztel képes lesz lényegesen megnövelni a teljeskedési erőfeszítéseket. Jól van. Nem ezt akartam, de majdnem így is jó, de itt most a lovamat egy kicsit megtréfáltam ezzel, hogy ide behívtam. Ó, van benne egy darab élelmiszer, oké. Nem így terveztem, elhiszed? Elhiszed, cocókám, hogy nem így terveztem. Már most mit csináljak veled, mert te is tele vagy már, úgyhogy gyere ide vissza ki. Mert baj lesz, tehát onnan nem fogsz tudni kijönni, ezt én már előre látom. Ezeket akkor én átnéztem, nem is tudom már hol tartottam, mit akartam átnézni, de szerintem átnéztem. Ez micsoda? Ezt még nem néztem át. Jó. Ugye állunk 67, még van-e van még kapacitásom. Jó. Egy kevés. Nem sok, de egy kevés. Jó, és akkor a lóda hívásos történettel megyünk, csak akkor meg kell találjuk, hogy hova is megyünk. Nem, ezt még fel kéne gyújtanom. Na, de nem baj. Mindjárt. Mindjárt, mindjárt. Ezek mennek a Moró farmra. Az is egy jó hír, amúgy, hogy ezek oda mennek. Nekem viszont mondjuk ide kéne elvigyem. Az elvileg nincs messze. Hát azért annyira jól nem lehet ám látni, hogy ez itt egy út. Ja, itt megy az út. Okay. Itt vagyunk amúgy közel ehhez a tűzhöz. Szerintem ez az itt. Ez bizony. Már majdnem a lovat is ide tudom hívni, de mindjárt visszajövök érte. Ja, innen már lehet is. Jó, gyere! Gyere, és akkor ezeket... Nem jó, elrontottam. Ajaj, igen, egy kicsit... Tüzet kellett volna előbb meggyújtani. Jó, és akkor, na most. Na most akkor ide átküldjük az itteni dolgokat. Ez is megy ide, likőr. Nem tudom, ez a sok marhaság honnan jött, de ezt csak így szerintem besöpörtem az emberektől. Ja igen, és akkor azért gondoltam, hogy nem szedek be mindent, mert ebbe a táborba meg teszek fegyvert. Jó, ebbe a táborba meg ment a fegyver. Jó. Itt szerintem nem tudok menteni. Ja, gondoltam. És akkor viszont, ja még a cocóban is vannak ám dolgok, még a lovas, ezt a lovas történetet még itt, jó. Már elég távol vagyok amúgy mindenhez, hogy megjátok ebbe, és dobom már a fegyvereket még.
Jó, ez így jó lett. Elég közel voltam. Kettes szintűek még mindig. Hát ennyire gyorsan azért nem történnek meg a dolgok. Úgyhogy jó, akkor viszont úgy csináljuk, hogy ott tartunk, hogy elmegyünk ebbe a táborba. Elmegyünk ebbe a táborba, hogy csinálunk egy mentést, és utána betámadjuk ezt a farmot. Illetve várjátok, mert még valami feladatot kaptunk amúgy. Felszabadítás, azt nem tudjuk, mert akadályozása nem tudjuk. Akadályoz meg a vasútfejlesztését, nem tudjuk. Jó, hát majd megakadályozom először, vagy legelőször szerintem nem is, hát legelőször ide visszamegyünk, ezt fel kéne gyújtani, mint a francot. És majd akkor utána, hogyha az megvan, akkor utána megyünk. Hát ezt azért csak gyújtsuk már itt fel, nehogy ide valaki visszajöjjön. Jó, ezt így gyújtsuk fel akkor először is. Kezdjük a fontos dolgokkal. Gyújtsuk fel. Gyújtsuk fel. És akkor most megyünk el, akkor ide. Megyünk el a saját kis indián táborba, ott csinálunk egy mentést. És akkor onnan viszont, de hol laknak itt valami hegy tetején, de merről érdemes ide menni hozzájuk, ma itt vagyunk. Hát itt nagyjából lehet, hogy szemből is fel tudunk menni. Na, majd nem tudom. Nem tudni. Nem tudni ezek. Álljunk jobbról vagy balról. Megnézhetjük mondjuk balról. Hát ez aztán, hogy be tud akadni egy kis kőbe? Oké. Jóság, fiúk! Megy még a szekér? Ja, nincs is. Hát ide is fel lehetne hozni szekeret, és lehetne. Itt ide kéne valahogy lejöjjek erre az útra szerintem. Erről van. Oda kéne valahogy lemenni. De meg ez jó védhető terület, mert körbe, én úgy látom, hogy itt körös körbe, mindenhol. Hát nem tudom, milyen helyen jöttem én. Jézus. Nem biztos, hogy ez itt annyira jó ötlet volt itt. Ojoj, bocsi, arra úgy, ez nekem is fájt. Tudom, neked jobban. De nem vagyunk az úton. Hát mindegy, ezen az úton kell menni, és akkor itt vagyunk, már közel. Jó, azt nem tudom még, hogy valonnan majd lovaskocsit kéne szerválni. Lehet, hogy van bent náluk, de lehet, hogy nincs. Lehet, hogy van bent, de lehet, hogy nincs. Hát ez vidám volt, hogy itt. Vidám volt, hogy ezek így észrevettek. Már jön is, hát. Hát miért ne jönne? Hol van? Remélem a főnök az, de nem az. Úgyhogy na jó, ezt meg kell lőjük, mert ez nagyon ide jött. Remélem, hogy messze voltál tőlük, és nem hallották meg. Remélem, hogy halló távolságon kívül voltak. Ez viszont ilyen szempontból jó is lehetne ez a hely, tehát meg lehetne tartani ilyen későbbiekben is, hogy ugye
így ide vissza-vissza járni. Még a főnököt azt még szerintem nem láttam. Megyünk valamerre. Bekerít. Ja, megint jött valaki. Itt van. Az se a főnök. Jól van, hát akkor elmegyünk, és akkor amúgy is került. Ott is van egy. Nekem valami rémlik, mint ott hagytam volna egyszer egy lovaskocsit, de nem vagyok benne biztos. Jó, mindegy. Főnököt nem látjuk még. Jó, ezt elviszük. Lovunkat hívjuk. Valahogy megpróbáljuk először is a főnököt megkeresni, mert ő kéne, kellene nekünk nagyon. Főnök kellene elsősorban nekünk nagyon, mert hogy azt nem szabadna megölni. Főnök kellene nekünk nagyon. Mennyi pontunk van? 3600. Valami olyan helyről kéne benézni, ja, ott is jön egy, hát ha ő a főnök. Ez olyan főnök kinézetű. Az az. Hát ha keresi az emberét. Na, hát ha azért jön, mert keresi az emberét, az jó lenne. Jó lenne, hogyha azért jönne, mert akkor én meg elkapom. Az azért jön, keresi az emberét. Hát ez így jó volt. Most úgy tépte, hogy a helye mostantól ismert. Oké. Okay. Hú, ez fáj nekem is, ahogy csinálom. Na ezt megfélemlítjük, ezt a bácsit. Hát nem tudom, hogy a hírnevünkön bármi változtat is ebbe az életbe, de nem hiszem. Már olyan szinteken van a hírnevünk, hogy kicsit lejjebb jövök már, megnézem itt. Elbújunk itt ebbe a kis pici bokorban, nem tudom, hogy ez a kis bokor, ez mit csinál. Na itt van pedig, itt van, hol van? Hát ott. Már itt tart lent a vasút, ne izéljetek, már ennyire jött lefele. Már itt tart a vasút, öcsi. Az igen. Hát mondjuk várható volt, mert ez építik ám nagyon csúnya gyorsasággal. Jó, hát először jövünk, és megpróbálunk mindenkit legyalázni, aztán majd lehetőleg úgy, hogy így is úgy is lesz csata, de hát legelőször lehetőleg úgy, hogy minél később vegyenek észre. Bár már teljesen mindegy, szerintem. Főnökük már nincs, tehát mit csinál az a malac? Nem akarom tudni. Nem csak a lova milyen okos, itt a malacok is okosak, meg mindenki. Hát ezt viszont itt meg fogjuk tudni ölni. Hát nem tudjuk megölni. Nem, már ketten vannak, ez meg még ráadásul. Öcsém, ezt a bénaságot. Hát komolyan mondom, olyan nehéz volt megölni, hogy egy az bement oda. Nem kell már töltsél, megoldottam. Ennyi volt a nagy. Aha, na jól van, hát akkor jöhet a többi. Hol van? Jó, hogy itt van egy. Azt mondja, hogy hallott engem. Oké.
Kicsit messze vagyunk, kicsit messze vagyok tőlük, az tény. Hát azt is olyan messze van, hogy innen, hát eltalálni el tudom, csak nem fejbe. Á, de csak eltaláltam fejbe. Fejbe csűrtük. Előttem és jön. Hát ez nem zavarja, hogy itt indiánok vannak. Próbálkoznak itt lőni, de jó vagyok, átkozott. Hát, jó, hát hullanak, de hát ez a dolguk. Nézzük már, hogy valakik mindjárt rám törnek itt, azt akkor nézhetek. Tudom, hogy itt vagy. Na jó. Én már nem fogok tudni így lőni. Mert... Oké. Töltsél! Töltsed! Még! Hányat kell még beléd lőni? Na végre. Aj. Sokan vagytok még? Hát igen. Ez bejönnek ám a izébe, úgy gondolják, hogy bejönnek ám itt a csőbe, mert azt hiszik, hogy majd lő, ahhoz nincs bejelölve, van ott egy emberünk. Hát azért már ideje lenne. Hát gyerekek, mennyit bír még ez? Ki ez? Ki ez a Terminátor? Az mekkora Terminátor volt? Hát hány lövést kibírt? Ez sincs bejelölve, az a bajom. Az iskoládat már hallasz, hát köszi. Az Google. Hát ez benn van a házban. Meg jön vissza. Hát nem hiszem, hogy miből vagy te? Téged meg nem bírlak eltalálni. Milyen emberek? Elövöldözünk a nyilvesszőket, de nem valami, mert visszaszedjük a végén, de... Oké... Hoppá! Érdekes, van aki elsőre, de... Vannak itt kemény gyerekek? Mondjuk ebbe az irányba már nem igen van szerintem senki. Akik vannak, ja, ott van egy, itt, ott Google-t, ott Google-t, igen, meg még, akkor bent van abba a házba. Már, hogy itt vannak a nyilvesszőség, hát mennyi, na, adjál vissza a sok nyilvesszőt. Ez most igen, jó kérdés, hogy ez most itt hol van. Nem, a ház mögött van, hát ez még szebb. Hát jó elbújtál, nem mondom. Nem bírom eltalálni. Ő biztos el fog tudni. Na jó van, figyelj. A fejedet már, na végre. Hát ez hihetetlen.
Én meg itt mindent szétlőttem. Alig maradt lőszerem, annyit előttem. Na, oké, gyerekek, csak akkor együnk egy vaddisznó szívet. Az jót tesz. Jót tesz lövöldözés után. Na. Hát kellene akkor most valahogy. Hát lehet behívom a lovamat. Most már. Ha ide talál. Jó, hát ezt nem is tudom, hogy akarok-e mindent vinni, de jó. Gyere, légy szíves, mert mielőtt itt bármit is csinálnánk, először adok neked valamiket. Jó. Ezt nem visszük el, Bond. Ó, Bond, hogy nem haragszol. Ez nem teljesen így van. Hát jönnek ám vissza a nyilvesszeim, csak... elpusztították a postakocsit, ezek, akiket elküldtem. Igen, itt vannak az élelmiszerek, csak így nem tudok ám nagyon mit csinálni addig. Így nem nagyon tudok mit csinálni, amíg ennyire tele van minden mindennel. Szóval valonnan kell, hogy kerítsünk egy lovas kocsit mindenképpen, és csak ezt nem fogjuk, ezt a helyet, ezt nem fogjuk felégetni. Ezt megnézzük azt, mert nekem rémlik, hogy ott hagytam egy lovas kocsit. Orra esett a majac, de aranyos volt. Nekem az nagyon rémlik, hogy van ott egy lovas kocsink, és ez pedig itt van közel. Úgyhogy mindjárt visszajövünk. Igen, ott van egy lovas kocsi előttünk. Ott. És az ott van a mentés hely. Úgyhogy itt van a lovas kocsi. És onnan akkor elviszük a lovas kocsit vissza. És ezt a lovas kocsit akkor erre fogjuk használni. Mert akkor itt van egy... Azért is szoktam ide letenni ezekre a helyekre, ezeket a lovas kocsikat. Csináltam én máshol is, mert sose tudja az ember, hogy éppen hol van erre szükség, de ez még nem érte el azt a szintet. Jó, ide adunk fegyvereket. Legyenek nekik fegyvereik. Jó, viszont... Na jó, hát mindegy, ide akkor most bepakoljuk már többi dolgot, de ez nem is annyira lényeges most, mert akkor visszük mindjárt a lovaskocsit, az úgyis lesz sokkal több mindenünk. Jó. Oké. Hát, a lovunkat akár itt is hagyhatjuk, most már az most nem fog kelleni, szerintem. De csak azt nézem, hogy remélem jó irányba megyek. Hol vagyunk most? Ja, jó irányba megyünk. Csak nem tudunk szaladni, szóval az a baj, hogy nem tudunk nagyon gyorsan menni, mert nem akarom, hogy a lovaskocsinak valami baja legyen, úgyhogy megyünk ilyen szépen lassan, tatásan. Tehát itt van közel, ugye ott van a kanyar után, ott van egyébként, csak nem akarom, hogy baja legyen valami, mert az a baj, hogyha tönkre megy a kereke például, akkor vége a lovaskocsinak, nem tudom megjavítani, és akkor ott megáll, és nem megy tovább. Vagy ha az egyik lovat lelövik, akkor is megáll, és nem megy tovább. Tehát nem lehet belőle kiszedni, kikötni a lovat, vagy betenni egy másikat helyettem. Ez tök jó lenne, hogyha lehetne ilyeneket csinálni, de hát nem lehet. Úgyhogy marad ez, hogy így szépen lassan óvjuk, kíméljük. Mert sok mindent kell majd, hogy vigyen. Igen, megnéztem már a indián férfi cipődivatot, mert úgynevezett mokaszín, de hát valahogy nem ilyennek képzeltem. Nem nyomom a gázt, nem sietünk. Nem sietünk, itt a kapu. Jó, és akkor csapunk egy nagy lootolást, mert itt most nekünk akkor az van, az a lényeg, hogy itt meg is állunk. És állunk, és csapunk egy nagy lootolást, mondjuk nem az olyat kéne, ami eleve üres, mert az nem tudom mit kell. Hát olyanokat visszük, hogy ezeket, ugye ezek
az a kérdés, hogy nálam is mennyi fér el ezekből, mert nagyon más nem is nagyon akarok vinni én szerintem, hanem az olyasmiket akarom vinni, ami tényleg ilyen. Hát viszek ilyen főzőedényt is, az nem tudom. Mert hát jó, lőszert ezt elviszem, de az annak nem igazán van súlya, az nem téma. Az egy minimális, viszont ezeknek van így 125. Hát ez a baj, hogy ugye meg is nézem, hogy mennyi van itt nálam. Hát 19 darab, hát ez már rengeteg, azt már nem bírom el. Nem is tudom, mennyit tudok, vagy 15-öt lehet, csak hát nem úgy adja, nem ötösével adja, hanem hát van, amelyikben 6 darab van, meg 7, vagy nem tudom, hát ennek mondjuk örülni kell, mondjuk, de. Okay. Annak mondjuk örülni kell, hogy annyi. Jó, ha hát mindent pakolunk bele, és akkor ezzel visszük el. Okay. Ezt a házat, akkor ezt átnézzük. Ezt a házat üres, asztal üres. Hát jó, már akkor ennyi erővel elbírja a lovaska, csak akkor visszük a bőrt is, vagy ilyesmit. Meg ha esetleg lenne valami olyan dolog. Ha most tartunk 12-nél, meg 89, tehát én szerintem lehet, hogy hát, hogy kibotorkálunk vele, mert így is, így már túl vagyunk, szóval így már. Jó, akkor lehet, hogy kibotorkálunk ezzel, hát akkor legalább tudjuk, hogy ez a ház, ez készen van. Ez a házikó készen van. A halottak amúgy eltűntek innen. Azt én úgy látom, hogy el. Ez viszont egy olyan farm lesz itt nekünk, ami ilyen kis aranytojás tojó nyúl lesz, mert sokat nyomtam. Mert akkor itt most ide vissza fogunk járni időnként. Az üres. Ebből is 7 darab van. Jó. Ebbe is. Hát van itt minden. Ez mi? Ez is átkutatós. Hát nem tudom, igazából könyv, csavar, ha megint 135. Szóval nagyon könnyű túl, na egy kicsit előrébb is jövök szerintem ezzel a kocsival most már, hogy ne kelljen annyit ide visszajöjjek. Hát ezek a lovak nem hallgatnak rám, szóval hiába fütyölök itt nekik. Vagy fütyölnék nekik. Ezt én néztem itt, ez üres. Jó, kicsit előrébb megyünk. Illetve hát itt van ez a másik két ház, egy kicsit a két ház közelébe. Ajaj. Új, de kemény. Kemény ez a forgolódás itt. Na jó. Igen, eltűntek, ahogy elmentem innen, és a halottak eltűntek. Na, brit kovakő. Nem igazán tudom, hogy a könyv az mire való, legalábbis ebbe a játékban nem tudom, mire való egy könyv, mert hogy itt most is levettem egy könyvet, de hogy van-e valami szerepe, bármi is, azt nem tudom. Ezt ugye az előbb néztem, de azért belenézünk. Jó, semmi. Ez a kis ház akkor először. Pisztolyt szerintem nem viszek, nem foglalkozok már pisztolyokkal. Itt van benne ez, viszont a lényeg ott volt. Ebből is itt van benne, ó, már 153, hát csúnyán nem fogok tudni menni, és még itt ez üres, megkönnyebbülés, amikor látok egy olyat, hogy üres. Ez fogadjunk, nem üres, de ez is üres. Ó. Jó, hát ezeket el kell vinni innen, ezzel most nem nagyon tudok mit csinálni, mert hogy akkor most ez a ház van még hátra, és megnézzük itt kint, ez mi? Ez
Ez itt üres. Ja, ez nem jó, átkutatás. Hát az ásót azt viszem, mert hogy az kellhet, igen. Kovakőt is elvisszük, mert még az is kellhet, hogyha úgy adódik. Üres, 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 átkutatás. 6. 98-an állok, tehát már most mehetek is innen ki. Ezt az előbb néztem, nem néztem. Hát akkor nem megyek ki, akkor ezt a szobát itt megint. Viszont könnyű ám túlterheltnek lenni, mert már így nagyon gyorsan elérem. És ez egy dolog ezzel, hogy visszük ezeket az élelmiszereket, hogy ez egyszerűen az ilyen, és nem véletlenül nem vittem én se régebben, amikor arról volt szó, mert egyszerűen olyan súlya van, és igazából sok értelme így alapvetően nincs, de most emiatt az egy dolog miatt lett értelme ennek az egésznek. Ebben néztem én az előbb, néztem, ugye? Emiatt az egy dolog miatt lett ennek most így per pillanat értelme, hogy hát próbálom szintezni a harcosokat. Én szerintem itt ebbe benn nincs semmi, de azért még itt körbenézünk erről felől. Hát itt még a malacok is eltűntek, ne vicceljetek már. Malacok is eltűnnek. Meg a csirkék, mindenki eltűnt. Az igen. Hát mindegy, az a lényeg, hogy a lót itt maradt. Jó, viszont én ezt nem gyújtom fel, ebben még mi van? Ezt meg azt hiszem néztem. Jó, ezt néztük, más meg nincs, ezt is már szerintem néztük. Jól van, akkor annyi, hogy ezt nem tudom már mennyit szedtünk össze, azért megnézzük már, jó? Hogy mennyit sikerült ebből a 107, abból most megint, hát ha minden igaz, és lehet hinni ennek a dolognak, mármint ami de első körbe is körbe ennyi volt, hogy akkor ez feljebb fogja vinni őket megint egy szinttel. Ez most érdekes dolog. Ezt most itt hagyom, ezt nem égetem fel ezt a farmot, mert ez közel van itt mindenhez, ez egy olyan hely lesz nekem, ami... Hú, ez viszont így nem jó éjszaka, mert már szememben világít. De ezt itt hagyom, és ide-vissza-vissza fogok járni időnként. Szóval ezt majd nem felejtjük itt el. Úgyhogy ide-vissza fogok járni. És meglátjuk majd, hogy mi lesz. Az volt, hogy beleülök, mert beletűntet, annyira szemembe világít, hogy hát el kell nézzek más irányba, mert most viszont de nagyon szépen meg van ezt csinálva élethűre, de hát úgy a szemembe világít, hogy inkább maradjunk így. Ott ég a tűz, meg ott van a lovam is. Sajnos nem tudunk szaladni jobban, mert tönkre megy ez a kis virsli kerék, aztán baj lesz. Pont az út mellett van, tehát úgyhogy nem is érdemes letérni róla. De ez jó lesz, ez innen vissza-vissza fogunk majd járogatni oda, aztán úgy szerintem tök jó lesz. Na jó, vegyünk ki mindent belőle, és akkor ami olyan, hogy fegyver, azt bedobjuk ide. Ja, hogy nincs is. Oké, okay. Akkor tártalan. Akkor ide dobunk be mindent. Ja. Oké, okay. Na remélem, hogy jól laktok, gyerekek, mert annyi kaját hoztam, hogy már nem tudok mit kezdeni magammal. Na, kicsit egy mentést. Már annyi ennivalót hoztam, hogy már... Kettesen állunk.
Jó, hát majd látjuk kicsit később, mert azért nem egyből történnek itt meg a dolgok egész biztosan. Na nézzük még egyszer, tehát azt mondjuk, hogy feladatok, akadályozd meg, az ott van. Egyítsunk itt rajta. Ezek itt kik? Aranyművesek. Igen. Ó, hát oda meg oda kell menjünk, ez itt van tök közel. Na akkor azt még, jó, akkor azokat, itt vannak három ilyen kis aranybányász, ezeket, jó, ez egy kis könnyű küldi elvileg, mert így, ezek nincsenek sokan. Ah, most jött valami lovas, itt porzott be. Nem, vagy lovaskocsis is, nem tudom. Vagy most jöttek meg. Ezeknek van lovaskocsijuk is, most jut eszembe. Oké, teljesítve. Hát igen, ezek így nem, ezek úgy látszik, hogy nem egy nagy észlények egyik sem, mert itt volt mellette a társa, amikor megöltem, aztán ezek még észesen nagyon vették. Azt nézem, itt van a lovas kocsitok, hát még akkor ezt is megnézzük, mik vannak itt. Újságjuk van. Ezek hozzák az újságot. Kell nekik az építési anyag. Jó, hát én meg kiveszem ezt. Túlterhelt vagyok. Mindegy, de ott van egy lovas kocsink, én most nem akarok minden áron lovas kocsit vinni magunkkal, mert jó van az úgy, az egy. De hogyha esetleg annak valami baja lesz, akkor hát akkor majd innen viszünk másikat. Nézzük magunkat, ezeket a fegyvereket majd még bedobjuk ebbe a legközelebbi táborba. Ez most akkor mennyibe? 6718, lehet, hogy az még, hát az még úgy értelmes dolgokhoz kevés sajnos szerintem. Ahhoz kevés szerintem, hogy értelmes dolgot tudjak rajta venni. Okay. Akkor jó, és akkor ezeket tényleg behaigálom már ide, hogy legyen fegyverük, mert aztán ha jönnek majd az indiánok, akkor ne az legyen, hogy ezeket az is teszem viszont máshova, fű, ai, ezt mindig azt akartam, hogy nehogy véletlenül betegyem, hát betettem. Csináljuk úgy, hogy mondjuk nem is, okay, nem is úgy csináljuk, hanem úgy, hogy itt rákeresek, hogy dohány, mert hát, hogyha még jól írnám be, az olyan jó lenne. Rákeresek, hogy dohány. Hát akkor mindent átveszik, az összes dohány itt legyen én nálam. Oké. Jó, ez így tök jó. Ez nem tudom kicsoda. Viszont nekem az tuti, ez a Tuchester, ez egy város, hoppáré. Hoppárézimi, ez egy város. És már jönnek az aranybányászok megint. Hát sajnos akkor azokat újra meg kell lepjen. Már jönnek az aranybányászok. Honnan a francból? Ez is egy farm. Ja, ez sörfőzde. Jól van. Hát nem baj, akkor újra megyünk az aranybányászokat, mert ezek jönnek ám úgy, hogy csak a jelöljük már, mert ott oda kéne menjünk, oda. Most jönnek itt zsinórba, ezek azt hiszik, hogy itt lehet aranybányát, ott jön a lovaskocsi is. Ott van lovas is. Oh-oh. Ez amúgy ez normális, hogy elmegy arra. Miért megy el arra? Hogy behúzta, nyomja a gázt. Hát nem már, hogy ne izélj, már meghalunk. De miért nem tudtam lőni? De nem adta, hol a célkeresztem? Nincs célkeresztem, de miért nincs?
Ez valami bebugolt szegény, és tartja az íjat, és nincs célkeresztő. Álljunk le, szálljunk le. Álljunk, akkor váltsunk fegyvert. Azt se tudok. Várjátok, valami bebugolt a rendszerbe. Visszaszállnisatok a lóra. Jó, ez így nagyon jó. Nem tudok csinálni vele semmit. Mentettem az előbb, ugye? Én azt hiszem, hogy igen, ezért szoktam menteni sajnos, mert nem, nagyon ritkán történik ilyen, de hát most egyszerűen nem tudok. Nem tudom, mi van ilyenkor vele. Na, mindjárt visszatöltjük. Nem tudom, mi van. De ezt... Na, tényleg ritkán történik ilyen, de... De egyszerűen nem reagál semmilyen gombra, se fegyverváltás, se semmi, nem tudok vele mit csinálni. Az érdekes. Céloztam volna, és egyszerűen nem tudok vele mit csinálni. Még jó, hogy meg nem öltek, de... Mondjuk ennyi erővel meg is ölhettek volna. Ha valaki olyannal találkozok. Jó, hát így viszont már kíváncsi leszek tényleg, hogy átmennek-e hármas szintre. Hogy érdemes-e tényleg foglalkozni ezzel az egész kérdéssel. Úgyhogy ez egy érdekes. Van olyan, ami is most, hogy az ellenség lenyugtatása, azt, ja, helyszín ismeretlen. Hát oké. Okay. Ez nagyon lent van, ez nem. Van egy különleges személy, azt se tudom, hogy hol van. Viszont ugye most én azt láttam, hogy jönnek ezek ide, tehát akkor ezeket itt illőképpen fogadjuk. Nézzük, most jó, most van íjam. Eddig jó. Hát nem sűrűn szokott ilyen lenni, de hát úgy látszik, hogy néha előfordul. Na, itt jön a lovaskocsi. Beszállunk. Azt nem tudom, hogy el tudjuk-e itt találni. Ó! Bizony. Nézi a haverját, keresi, hogy hova lett. Na. Eltűntek. Eltűntek a fiúk. Úgy döntöttek, hogy eltűnnek. Hát akkor viszont lehet elviszem ezt a lovaskocsit, ha már ezt onnan ki tudom szedni, alul lesz az embert, vagy arrébb kéne. Hát elviszem oda ezt a lovaskocsit akkor hozzánk, mármint hogy ide. Kicsit arrébb áll. Leálltam róla már. Hogy került ez ide be alá, de szép volt minden esetre. Jó, hát menjünk oda. Te vagy az Bodri kutyám. Gyere velem, jó? Hát van most már kettő, mert esetleg ha valamelyik megsérül, ha úgy adódik itt a farm fuvarba vagy valami, akkor legalább most már lesz még egy. Igen, az úgy nem baj, hogyha van. Az egyáltalán nem baj, hogyha lett itt még egy. Be is állunk úgy irányba, hogy majd elvileg ezekbe is ugye van valami. Hát ide is hívom már a lovamat, mert az meg eltéve. Gyere, légy szíves! Gyere, légy szíves, kipakolunk. Ide meg bepakolunk. Hát jól van, megjöttél? Na, örülök neki. Hát igen, ezért kell, nem hülyeségből szoktam én állandóan menteni, de egyszerűen ilyen dolgok előfordulhatnak, és hú, ez nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha most nekem itt előről kéne valamit így kezdeni. Na jó van, nézzük még, hogy hát ha belefér itt még valami esetleg, bár közel járunk már megint a 1 órás korláthoz. Különleges személy nincs.
Felszabadítás nincs. Vasútfejlesztés az megvan, csak... Most hol megy itt a sín? Az valahol máshol megy a sín. Akadályozunk meg a vasútfejlesztés. Hát valahogy oda le kell jussak, mondjuk. Valahogy oda le kell jussak. Akkor annyit tudok csinálni. De hát... jó. Itt kimaradtak ám itt részek ezen a területen. Nagyon kimaradtak részek. Jó, hát megnézhetjük, nézzük meg, én szerintem, aztán majd meglátjuk, hogy... mi vár minket arra felem, hát itt aztán vannak mindenféle... Hát igen, itt ez a Tuchester az egy város. Az igazság, hogy ez itt egy város, és a város az tel is tele van, de hát ott vagy százan vannak, de... És ez nem túlzás, tehát iszonyat sokan tudnak itt lenni, és nekem most itt valahol el kell menjek a hát el sem tudok itt menni, hogy fogok én? Nem teljesen jó helyen vagyok, mert nekem itt, tehát hol lesz itt az út, ahol én el fogok tudni menni? Itt a város előttünk. Hát valahol, na valahol kerüljük ki, nem tudom, mert itt tényleg rengeteg sokan vannak, meg ezek ilyen képzettebb. Mert itt aztán vannak ilyen városi őrjáratnak hívott, azok már tényleg ilyen, de ez már város, szóval ez már, ez mondom, itt rengetegen vannak. Én most feljöttem a hegy tetejére, az nem tudom, jó ötlete, de jó ötlete innen leugrani, de meghalunk szerintem. Hát ez nagyon nem jó. Akkor próbáljuk meg arra. Arra végül is még ott le lehetne. Jó nyugi, jó nyugi, ura vagyunk a helyzetnek. A ló nem osztja az önbizalmamat. Jó, de szerintem így, mert valahol errefele kell, hogy menjen a vonat. Hát most jó fele vagyok, jó helyen vagyok. Mondjuk ezt itt meggyújthatjuk, ha már úgyis itt vagyunk. Akkor bejelöljük legalább, hogy egy ilyen kis célpontnak. Szóval valahol a sín az, nem tudom, hogy hol megy, de nyilván a vasút az valami közel van a sínhez, a vasútnak, nem tudom, hogy ezt ki hiszi el nekem, vagy ki nem, ez itt egy víz. Hát a sín az még jó messze fog menni innen, ó, lovagolhatunk. Na, megjöttünk. Jó, mentés. Itt is mentünk, aztán innen megyünk majd tovább. Nem tudom, meg kell keresni ezt a helyet, ahova megyünk. A lovunkat azért megnézzük már, hogy üres, meg ezt még, hát annyira kicsi híja van már, hogy elérjük. Nem tudom, mi lesz a következő, amit ad nekem. Ezen a hegyen meg valahogy át kéne menjünk. Hát nem tudom, hogy hol fogunk. Egyre több erődítmény kezd most már itt lenni. Hát én tudom. Igen, jó kérdés. Vagy menjünk a folyó parton egy kicsit. És akkor majd úgy. Hát meglátjuk. És például nem tudom, lehet, hogy itt át lehet valahogy, mert azt néztem itt, hogy lehet, ott van egy tábor, azt akkor. Jó, a tábort azt most kihagyjuk. Na most menjünk már a küldire, hogy ezt a vasútfejlesztést, mert ezek nagyon beindultak, ezek a fiúk. Nagyon csinálják a dolgukat. Igen. Jó, ezt jelöljük itt be, mert azt, ott fogunk a következő mentést csinálni. A 117 nyílveszőn van, az végül is valószínűleg, hogy elég. Csak ugye azt terveztük, hogy ugye a vezetőket, ezt mindig egy kicsit óvatosabban, tehát legelőször a vezetőket megpróbáljuk becserkészni, mert azok adják nekünk a következő feladatot. Hát azok adják nekünk a következő feladatot, és azt ne akarjuk megölni a vezetőket, szóval azt... Ez lenne az elsődleges cél, és akkor a többi az utána már
nem érdekes. Hát igen, itt megy a sín, várjátok már, hát ez most hogy jön? Alulról is építkeznek? Itt van egy rész, ami üres. Ja, és itt van a következő. Hello. Ez össze fog érni hamarosan. Ó, hát ezt most már értem, hogy hogy csináljátok itt. Igen, bár hogyha most ezt jobban megnézem, akkor hát ez megint egy kicsit ilyen nagyobb falat lesz én szerintem ezeket itt megcsinálni, úgyhogy hát lehet, hogy ezt már külön részbe csinálnánk. És igen, mert ez itt, hát ez itt nem is egy hely, hanem akkor itt ez már, hát minimum kettő, de az is lehet, hogy három. Őt, hogyha még megnézzük a feladatokat, mert ugye ez a vasútfejlesztés, igen. Lenyugtatás, azt nem tudni. Ez nem, ja, hát azt nem tudom. Jó, de tehát akkor ide visszajövünk. Szóval, de ettől függetlenül, és itt mi is a feladat? Hát ez csak annyi, hogy hagyják el a vasúti építkezést. Viszont itt rengeteg sokan lesznek egész biztosan ezen a területen, úgyhogy jó, én szerintem ezt majd legközelebb csinálnánk. Én nagyon kíváncsi leszek majd arra, hogy ezek itt még mindig kettes szintűek. Hát remélem, hogy fognak majd változni, mert hát változniuk kéne. Úgyhogy jó, én szerintem így maradunk most, és várlak majd benneteket akkor legközelebb. Innen folytatjuk. Mindenkinek további szép napot kívánok. Sziasztok!